akkumulátorgyár Nyíregyházán a kínai Sanvodal cég 580 milliárd forintból hozza létre első európai üzemét. Menni vagy maradni? A mediterrán országok erdőtüzei miatt aggódnak a hazai turisták is. Megfelelő értékek folyamatosan ellenőrzik a Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei strandok vízminőségét. Új akkumulátorgyár épül Nyíregyházán, a kínai Sanvodal cég 580 milliárd forintból hozza létre első európai üzemét. A beruházással több ezer új munkahely létesül a Vármegye Székhely déli ipari parkjában. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az év eddigi legnagyobb befektetését Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be csütörtökön reggel Budapesten. A tárca vezető leszögezte, hogy a Sanvodal számára a környezetvédelem kiemelten fontos, a gyár teljes vízigényének 90%-át tisztított szennyvízből fogják biztosítani. A kínai Sanvodal vezetőivel érkezett a bejelentés helyszínére Szijjártó Péter. A miniszter azt mondta, az év eddigi legnagyobb beruházása indulhat el Nyíregyházán. A Sanvodal döntése úgy szól, hogy az első európai gyárát a vállalat Magyarországon, mégpedig Nyíregyházán építi fel. Ennek a magyarországi beruházásnak az indításaként 93 milliárd forintért kezdik meg a gyár építését, amely aztán a többi építési és beruházási szakasszal együtt egy 580 milliárd forintos beruházássá fog kiteljesedni. Szeretném még egyszer megismételni, tehát a Sanvodal nyíregyházi beruházása az összes építési és beruházási szakaszt figyelembe véve egy 580 milliárd forintos beruházás lesz, amely több ezer munkahelyet fog létrehozni itt Nyíregyházán. Ez az idei esztendőben bejelentett legnagyobb beruházás eddig. Ez a harmadik olyan beruházás idén, amely 1 milliárd euró fölötti értéket képvisel, és ezzel a beruházással most már biztossá válik azon vállalásunk teljesíthetősége, amely szerint a tavalyi beruházási rekordot az idei esztendőben nem csak meghaladjuk, hanem meg is duplázzuk. Szijjártó Péter hozzátette, a vállalat minden környezetvédelmi szabályt betart majd az építkezés és a működés során, sőt, saját vállalásai is voltak. A vállalat Nyíregyházán a teljes vízigényének a 90%-át tisztított szennyvízből fogja biztosítani. 90%-át tisztított szennyvízből fogja biztosítani, és pusztán kommunális célok kiszolgálására, mindenki értse, kézmosás, ivás, zuhanyzás, fognak ivóvíz minőségű vizet felhasználni. Ráadásul egy szennyvíz előkezelőt is építenek a saját területükön, amelynek nyomán aztán újra fel tudják használni a tisztított szennyvizet. Látszik, hogy a vállalat számára a környezetvédelem ügye kiemelten fontos. Köszönjük az alelnök úrnak, hogy erről itt kiemelt hangsúllyal beszélt is. Ugyanis a vállalat nemhogy csak azt vállalja, hogy betartja a magyarországi, egyébként európai összevetésben is rendkívül szigorú előírásokat, hanem azt is, hogy még szigorúbb feltételeket szab a maga számára, és a magyar szabályokhoz képest többlet kötelezettségeket is vállal. Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy az akkumulátorgyárak létesítésével tudja az ország elérni az uniós energiaelőállítási vállalásait. Az elektromos autóipar nagy gyárépítései fogják meghatározni, hogy hova megy a gazdasági növekedés és hova nem. Az elektromos autóipar gyárai pedig az elektromos autókat és a hozzájuk való elektromos akkumulátorokat gyártják. És ez csak elsőre tűnik kizárólag gazdasági kérdésnek, ez legalább annyira környezetvédelmi kérdés is, mint gazdasági kérdés. A helyzet ugyanis az, hogy láthatjuk, érezhetjük, tapasztaljuk, hogy a globális felmelegedés és a környezetvédelmi célok be nem teljesülése milyen hatásokkal jár az emberiség életére és a bolygónkra. Ezért a globális károsanyag kibocsátást villámgyorsan csökkenteni kell, annak érdekében, hogy a környezetvédelmi céljainkat el tudjuk érni, és a bolygót pedig meg tudjuk tartani az utánunk következő nemzedékeknek. Na most a globális károsanyag kibocsátás 14%-a, és egy hetede az a közúti közlekedésből származik.
Ezért, hogyha a közúti közlekedést a mostani hagyományos meghajtásról nem tudjuk átállítani elektromos meghajtásra, akkor az összes környezetvédelmi cél tekintetében el fogunk bukni. Onnantól kezdve a klímaváltozás elleni küzdelem, meg minden ilyen zöld célkitűzés csak blabla lesz. Tehát, hogyha komolyan gondoljuk azt, hogy meg kell menteni a környezetünket, akkor az lehetetlen a közúti közlekedés elektromos alapokra történő átállítása nélkül. Az építkezés a jövő évben indul, és a cég tervei szerint 2025 legvégén indulhat a termelés. Az üzem lítium-ion energiaforrásokkal látja majd el Nyíregyházáról a kontinens autóipari szereplőit. Szerda este kihirdették a felvételi ponthatárokat, idén több mint 126 ezeren jelentkeztek a felsőoktatásba, ez a tavalyi 99 ezerhez képest jelentős emelkedésnek számít. A legnépszerűbb szakok 2023-ban a gazdálkodás és menedzsment, a kereskedelem és marketing, valamint a pszichológia voltak. A legmagasabb pontszámmal 480 ponttal a Corvinus Egyetem angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szakára lehetett bekerülni. A görög erdőtüzek miatt eddig mintegy 30 ezer embert kellett evakuálni a görög hatóságoknak. A hirtelen kialakult káosznak magyar érintettjei is vannak, sőt a hazai utazási irodákat is folyamatosan keresik a már meglévő foglalások miatt aggódók. A turisztikai szakember szerint bár a helyzet több helyen drámai, lassan megszokottá válik, hogy a mediterrán országoknak évről évre meg kell küzdeniük a hasonló esetekkel. Több mint egy hete ilyen és hasonló képek járják be a világ sajtót. Görögországban, Törökországban, Horvátországban és Olaszországban is erdőtüzek tombolnak. A turizmussal foglalkozó szakember szerint a mediterrán térségben lassan hozzá kell szoknunk, hogy a forróság miatt egyes területeken bozót és erdőtüzek keserítik meg a turisták és helyi lakosok életét. Ha a tavalyi évet nézzük, akkor is rengeteg erdőtűz volt. Ha az idei évet nézzük, ugye akkor is már Horvátország, Spanyolország, Törökország, Görögország sajnos mindenütt jelen van, hiszen ez egy óhatatlan rossz dolog. Egy fél perc alatt ugye a kiszáradt avar, az hegyeket tud leégetni pillanatok alatt, és ha ehhez még hozzájön a szél is, ugye akkor ezt nagyon nehéz megfékezni. Ugye most az idei szerencsénk az, hogy Korfun már meg tudták fékezni, az erdőtüzet, Rodoszon még nem, úgyhogy a Korfun lévő utasok, akár a vármegyei utasok is, ők már biztonságban vannak, és Rodosznál pedig ugye főleg a faliraki részre mennek a magyar turisták, nagyon kevesen mennek az északi részre, ahol most tombol a tűz, úgyhogy azt ott lehet mondani, hogy ott is a nagy többség biztonságosan tud nyaralni. Miközben a csalódott turisták ezrével próbálják elhagyni Görögországot, ez rengeteg problémát okoz a közlekedésben, vagy épp a foglalások átirányításában. Bicsérdi Rita úgy látja, az irodák igyekeznek segítséget nyújtani az utasoknak, ennek ellenére sokan félnek elindulni, és inkább lemondanák a nyaralásukat. Nekünk a saját utasaink is voltak, akik bejöttek, hogy szeretnék lemondani, voltak, akik felhívtak, érdeklődtek, hogy mi történik akkor, ha mondjuk el ezeket az információkat, hogy át tudják gondolni, és ennek birtokában tudjanak dönteni. De én azt gondolom, hogy azért a legtöbb bízik annyira az utazási irodában, hogy olyan helyre, ahogy az előbb is említettem, nem fogjuk kiutaztatni őket. Tehát most is van olyan terület, ugye, akik az északi részre mentek, hogy azok átfoglalhatnak más területre. Ugye jogilag nem vagyunk kötelesek ezt biztosítani, mert ez viszmajornak számít, de azt gondolom, hogy ilyenkor azért fölülírja ezeket a jogi szabályokat az a mentalitás, hogy az irodának is hosszú távban kell gondolkozni, és segíteni kell az utasainknak, hogy ne csak a jogszabályokon gondolkozzunk, hanem azon, hogy ne csak akkor legyen utas az utas, amikor befizet, hanem amikor baj van, akkor próbáljunk meg segíteni rajta, és ez nálunk elsődleges szempont. A szakember úgy fogalmazott, a külföldi utazást választó magyar turisták döntő többsége ma már köt utasbiztosítást, amely részben a koronavírus járványnak köszönhető. A COVID után az emberek 85%-a minimum köt biztosítást az utazásaihoz, mert mindenki úgy gondolja, hogy ha történik vele valami, ugye egyrészt van egy 24 órás magyar nyelvű ügyfélszolgálat, ahol tudnak neki segíteni, másrészt pedig azért nem mindegy, hogy van fedezet, és ki tudják fizetni.
a biztosítók, vagy pedig ott neki helyben kell kifizetni, vagy később ugye átutalással rendezni ezeket a dolgokat. Úgyhogy azt gondolom, hogy ugye a Covid-nak tudjuk, hogy számtalan rossz hatása volt, de én ezt pont pozitívumként értékelem meg, hogy az embereknek egy kicsit változott a mentalitása, változott a gondolkodása, és egyre nagyobb mértékben kötnek biztosítást, pontosan azért, hogy minél kisebb káruk keletkezzen külföldön. Véleménye szerint a mostani rodoszi erdőtüzek is rámutattak arra, mennyire fontos, hogy minden külföldi utazás előtt regisztráljunk a Külügyminisztérium konzuli szolgálatának honlapján, mivel baj esetén így sokkal gyorsabban juthatunk segítséghez. Nyugodtan mehetnek a vízbe azok, akik a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 11 szabadtéri strandjának valamelyikén, vagy a medencés fürdőhelyeken keresik a felüdülést a júliusi kánikulában. Az illetékes hatóság rendszeresen ellenőrzi a vízminőséget, a vizsgált értékek pedig megfelelnek az előírásoknak. A kánikulában sokan választják a vármegye szabad, illetve medencés strandjait a hűsölésre. A fürdőzőknek nem kell tartaniuk a strandvíz okozta megbetegedésektől. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei népegészségügyi főosztály dolgozói rendszeresen ellenőrzik a strandok vízminőségét, és jelenleg minden strand zavartalanul üzemelhet, mivel a begyűjtött vízminták alapján a vízminőség megfelelő. Különbség van a természetes és a medencés strandok között. A természetes strandok akkor nyílhatnak meg, hogyha nyitás előtt legalább 2 héttel egy vízminőség próbát végzünk, ezt labor igazolja, hogy nyitható a strand. Utána az idény alatt, attól függ, hogy milyen hosszú az idény, legalább 2-szer vagy 3-szor, de nem egy hónapon túl, tehát havonta ellenőrizzük a vízminőségét. A medencés strandok természetesen úgy nyílhatnak meg, hogy ott is megfelelő vízminőséggel indulunk. Úgyhogy minden strandot a laborba küldünk, a vizet laborral ellenőriztetjük, és hogyha az megfelelő, akkor a strand nyithat. A természetes vizekbe bármilyen kórokozó belekerülhet. Így ebből a szempontból is fontos, hogy olyan kijelölt helyen strandon fürödjünk, ahol rendszeres az ellenőrzés. A medencés strandok esetében vizsgálják a vízhez adott fertőtlenítőszerek koncentrációját is, mivel ezek a kémiai anyagok is okozhatnak problémát a nem megfelelő adagolás következtében. A természetes vizekbe bármi bekerülhet. Általában ezt 2 mikrobiológiai kórokozóra végezzük az ellenőrzést, amelyek betegséget okozhatnak, és ennek a mennyiségének az emelkedése esetén akkor azt a strandot ideiglenesen bezárjuk. A medencés strandok esetén pedig 4 mikrobiológiai jellemző plusz kémiai ellenőrzés is történik, hiszen például ott számolni kell a klórozással vagy egyéb olyan mesterséges kémiai anyagokkal, amit a fertőtlenítéshez használunk. Tehát annak a mennyisége sem emelkedhet a veszélyes szint felé. A nyár még javában tart, a vármegye 11 szabadvízű strandja és számos medencés fürdőhelye megfelelő vízminőséggel várja a strandolni vágyókat. Szerdát követően pénteken jelentősen emelkednek a hazai üzemanyagárak, a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 13 forinttal nő, míg a gázolajért 12 forinttal kell többet fizetni az üzemanyag nagykereskedőknek. Ez az emelés a kutak áraiban is meg fog jelenni, így pénteken az alábbi átlagárakra lehet számítani. A 95-ös benzin literje 612 forintba, a gázolaj literje pedig 589 forintba kerül majd. Pénteken rajtol a bajnokság, a labdarúgó NB1-ben a 6. élvonalbeli idényét kezdő Kisvárda vasárnap este lép pályára. Milos Kruscsics együttese a nyitófordulóban Zalaegerszegre látogat. Az ausztriai edzőtáborozást követően hazai környezetben végezte a bajnoki rajt előtti utolsó simításokat a kisvárdai csapat. A keret némileg átalakult, a távozók helyére 7 új futballista érkezett. Egyikük a kisvárdai születésű Lippai Tibor, aki felnőttként játszott a megyei bajnokságban, majd az NB3-as Füzesgyarmatban, a tavalyi idényt pedig az NB2-es Kazincbarcikánál töltötte. Most pedig az NB1-es Kisvárda színeiben készül a szezonra. Kicsit van tapasztalatom ebben, hiszen Barcikára is osztályt léptem.
Szóval ilyenkor türelmesnek kell lenni magammal szembe, hogy utolérjem a többieket, de amint ez megtörténik, utána nincs akadály. A Kazincbarcikán is így indult, hogy az első 5-6 fordulóban nem jutottam lehetőséghez, aztán viszont amikor megkaptam, már istenre tudtam vele élni, és utána pedig kezdő 11 tagja voltam folyamatosan. Remélem, hogy itt is valami hasonló vár rám. Nyilván nehezebb lesz, mert még magasabb osztály, még jobb játékosok, de igyekszem a tőlem tehető legtöbbet megtenni ezért. A 25 éves belső védő számára is jó alkalmat kínált az ausztriai edzőtábor arra, hogy megismerje új társait. Reményei szerint a Kisvárda az NB1 meghatározó csapatai közé tartozik majd. A tavalyi szezonban is első háromban volt sokáig a csapat, aztán a vége nem úgy sikerült a bajnokságnak, de azt gondolom, hogy erős kerettel rendelkezik a csapat. Egy picit az angolra még hadilábon állok, nem vagyok benne perfekt, de szerencsére van sok magyar játékos, akikkel tudok kommunikálni, és velük jó a kapcsolatom, persze a külföldi játékosokkal is, csak velük nem olyan napi kapcsolatban vagyunk, mint a többiekkel. Vasárnap már bajnoki pontokért lép pályára a Kisvárda, amely este 8-kor Zalaegerszegen kezdi 3 meccses idegenbeli sorozatát. Mindenki várja már a rajtot, játszottunk sok edzőmeccset, de azért az edzőmeccsek mégsem olyanok, mint a bajnoki, tehát mindenki azt várja már, hogy bajnoki mérkőzést játszassunk. Szerintem Zalaegerszegen egy stabil, masszív játékkal pontokat tudunk elhozni. Nem lesz könnyű mérkőzés, hiszen Zalaegerszeg is jó játékosokból áll. Szerintem a keret erősségét figyelembe véve első 6-ból szerintem ott tud lenni a csapat. Az NBA nyitófordulójának további párosítása a következő: MTK Budapest Paks, DVTK Puskás Akadémia, Újpest Fehérvár FC, DVSC Mezőkövesd és Ferencváros Kecskemét. Elindul a pontvadászat az immár 4 csoportos NB3-ban is, az észak-keleti csoportba besorolt Sényő az első fordulóban a Karcagot fogadja. A mérkőzés vasárnap délután 17:30 kezdődik. Hál' Istennek a hangulat az jó, és mindenki nagyon várja már a bajnoki nyitányt. Ugye vasárnap kezdünk majd hazai pályán a Karcaggal. Hát a felkészülés ilyen kicsit számomra ilyen felemásra sikeredett. Játszottunk 6 edzőmérkőzést, ugye volt, hogy alacsonyabb osztályi csapattól is vereséget szenvedtünk. Ezeket a dolgokat átbeszéltük, meg próbáltuk még csiszolgatni itt a végére esetleg, ami hibák voltak. Nagyon várjuk már, mondom, a bajnoki rajtot vasárnap, és reméljük, hogy hazai pályán mindenképpen győzedelmeskedni fogunk. Sikerült együtt tartani a tavalyi csapatnak a magját. Ez még úgy gondolom, hogy megfelelően erősítettünk, akár a fiatal vonalat nézzük, vagy akár a rutin nézzük. Úgyhogy az, hogy majd számszerűleg ez mire lesz elég, ugye van 15 mezőnyjátékosunk, 2 kapusunk, elég sok szerda, vasárnap ritmus van megint, ugye kupameccs, már rögtön úgy kezdjük egyébként, hogy vasárnap itthon bajnoki, szerdán megyünk idegenbe, és szombaton pedig már kupa van. Megpróbálunk majd kellőképpen forgatni és pihentetni a játékosokat. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. Új akkumulátorgyár épül Nyíregyházán, a kínai Sanwoda cég 580 milliárd forintból hozza létre első európai üzemét. A beruházással több ezer új munkahely létesül a megyeszékhely déli ipari parkjában. A Sanwoda számára a környezetvédelem kiemelten fontos, a gyár teljes vízigényének 90%-át tisztított szennyvízből fogják biztosítani. A görög erdőtüzek miatt eddig mintegy 30 ezer embert kellett evakuálni a görög hatóságoknak, a hirtelen kialakult káosznak magyar érintettjei is vannak, sőt a hazai utazási irodákat is folyamatosan keresik a már meglévő foglalások miatt aggódók. A turisztikai szakember szerint bár a helyzet több helyen drámai, lassan megszokottá válik, hogy a mediterrán országoknak évről évre meg kell küzdeniük a hasonló esetekkel. Nyugodtan mehetnek a vízbe azok, akik a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 11 szabadtéri strandjának valamelyikén vagy a medencés fürdőhelyeken keresik a felüdülést a júliusi kánikulában. Az illetékes hatóság rendszeresen ellenőrzi a vízminőséget, a vizsgált értékek pedig megfelelnek az előírásoknak. Július 27-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorra legközelebb pénteken este jelentkezünk majd. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra!
Pénteken általában napos időben lesz részünk gomoly és fátyol felhőkkel, de északon több lehet a felhő. Többfelé megélénkül a déli-délnyugati szél. Délután 26 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.